Gyönyvagoly ládát telepítettek nemrégiben a Református templom tornyában. Mit kell erről tudnunk? Nagy örömmel adtam helyet a Völgyhíd alapítvány emekérésének itt a Velencei Református templom csodálatos ősparkjában, hisz úgy gondolom, hogy egy ilyen ősparkban, ahol rengeteg fa van, nagyon-nagyon jó otthonra találhatnak a gyöngybagyok, és valóban a templom toronyban, ahol elhelyezték a gyöngybagoly ládát az alapítvány munkatársai, nem okoznak kárt a templom toronyban, a harangokban, annak felszerelésében, hisz csak egy nagyon kis részt vágnak az alapítvány munkatársai a templomnak a paletta részén, és ez a doboz, ez a gyöngybagoly láda, ez gyakorlatilag belül helyezkedik el, és csak oda tud bemenni a gyöngybagoly pár. Reméljük, hogy megtalálják ezt a ládát is, hisz egy nagyon régi templom, meghitt fás környezetéről van szó, és hát bízunk abban, hogy a kisbagyok mielőbb megszületnek és valóban ez a nagyon-nagyon veszélyeztető, de csodálatosan szép állatfaj, madárfaj újra elkezd szaporodni minnyájunknak az örömére.